Az Országos Könyvtári Napok programsorozat záró rendezvénye volt a Városi Könyvtárban. Dr. Kádár Anna Mária, Az én utam a mesehős útja című előadása. Az október 16-ai rendezvényre nagyon sokan voltak kíváncsiak. A jelenlévő között jelentős számú pedagógus volt, akik óvodákból, iskolákból érkeztek. A péntek este vendége Kádár Anna Mária Marosvásárhelyen született, tanítóképzőben érettségizett, majd 1999-ben a kolozsvári Babes Bújai Tudományegyetemen szerezte meg pszichológusi oklevelét. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógiai és pszichológiai karán végezte doktori tanulmányait, amivel párhuzamosan a Budapest Műszaki Egyetemen kapott munka és szervezett pszichológusi szakképesítést. Jelenleg a Babes-Bújai Tudományegyetem Marosvásárhelyi kirendeltségén tanít. Az előadó ezúttal is Erdélyből érkezett Tiszafüredre családjával együtt. Másfél éves kislánya szívesen bekapcsolódott volna az előadásba, hiszen többször is látta már, milyen az, amikor anyu előadást tart. A pszichológus kedvenc kutatási területe volt a téma. A mese helye és hatása a gyermekre, az emberke fejlődésére. Az én utam a mesehős útja, így szólt az előadás címe, de ezt a jelenlévők általánosíthatták a rendezvényre is a végén. A te utad is a mesehős útja, vagy éppen mindenki útja, vagyis élete ugyanolyan, mint a mesehősöké. Az előadó arra kérte a jelenlévőket, hogy járják vele együtt végig a mese útját, mert egy jó mesében minden benne van, ami az élethez kell. A jól ismert meseelemek, az elindulás, a hamuba sült pogácsa, a próbák, a sárkány, a királykisasszony mind a mi saját életünk. Az előadás valójában négy dolognak az összekapcsolása volt. A gyermek fejlődésének, a gyermeknevelésnek, a jó szülői gyakorlatnak az elemzése, valamint olyan tanácsok megfogalmazása, hogy teheti a felnőtt a saját életét könnyebbé, boldogabbá. Ezt a négy témakört Kádár Anna Mária olyan szépen fűzte össze, mint egy négy fonatból álló kalácsot, alaposan, szépen illeszkedtek össze a fonatok. A másfél órás előadás könnyen érthető, lendületes, oldott hangulatban zajlott, nem unatkoztak a jelenlévők. A pszichológus a mesefőhősének életét boncolgatta, az elinduláshoz szükséges bátorságról, amit életbátorságnak nevezett, majd az otthonról hozott hamuba sült pogácsáról mesélt. Ahogyan a mesében a jóságos öreganyó úgy fogalmazta meg a jó tanácsait is. Hányszor várjuk életünkben, hogy megjöjjön a nagy, tökéletes pillanat, például a királyfi hófehér lovon, és vannak olyanok, akik egy egész életet élnek le úgy, hogy csak várnak, és nem mernek kilépni a komfortzónájukból. Na és az utolsó történet az elindulás kapcsán, ez velem esett meg, amikor hát ilyen 5-6-os diák lehettem, parcsol felelős voltam magyar nyelvből, ami azt jelentett, hogy ellenőriznem kellett a házi feladatokat. Ült az én parcsolomban egy ilyen kicsi, 1,50 centi magas gyerek, snorc, tehát ilyen nagy kék szemekkel, szőke hajjal, nagyon sokat konfabulált, mindig voltak ilyen különböző sztorii, hogy ő most mibe keveredett, és miért nem tudott házi feladatot írni, úgyhogy neki már volt 2,5 fekete pontja. Aznap is meggyőzött engem, hogy csak most az egyszer ne jelentsem, csak most az egyszer, mert ugye fogalmazást kellett írni, neki nem volt ideje, de úgyis már annyi jegye van, hogy 100% nem őt fogja kiszorítani a tanárnő felelni. És hát ugye mégiscsak szolidaritást kell vállalni az osztálytársakkal, azt mondtam, tanárnőnek kiszerette jelentem, mindenki leírta a házi feladatát. Na hát Murphy törvényei kiválóan működnek, talán ő többek között felszólítja Attilát felelni. Mit csinál Attila? Mindegy mesehős, kinyitja a füzetet, hát ez felolvasott egy nem létező fogalmazás, de ki olvasta az első oldal, követte a sorokat, ami nem volt persze ott, aztán olvasta a második oldal, aztán fordított nagy maga biztosan, elolvasta a harmadik oldalt is. Mint aki jól végezte a dolgát, becsukta a füzetet, letette a padra, én pedig felélegeztem, hogy csodák mégiscsak léteznek, működnek, tanárnő pedig azt mondja, nagyon ügyes vagy Attila, nagyon jó fogalmazást írtál, készes hozz ki a füzetet. Na hát ugye ez volt az a pillanat, amikor megállt a levegő az osztályban, Attila, mintha semmi nem történt volna, veszi a füzetet, ilyen nagy lazán kivonul, leteszi a tanárnőnek a katedrára, tanárnő kinyitja, keresi elő, hátul, oldalt, alul, felül, sehol semmi fogalmazás. Ezért csak Attilára néz, persze Attila fixírozta a plafon, nézelődött körbe-körbe, és megkérde Attilát, hogy de Attila, hát hol van a te fogalmazásod? És mit mond a mesehős, ugye mit csinál egy mesehős, mikor már minden lehetőség elvesztődik, még akkor is próbál egyet, hát ha sikerül. Mit mond? Tanárnő. Hát az előbb még itt volt. Na hát ugye, hanem 1-10-ig van ugye az osztályozási rendszer, ez volt életem első 3-asa, neki már volt több is, egy kicsit könnyebben viselte.
De hogyha belegondolunk, ugye, hogy a tanárnő értékelte volna Attila kreativitását, a helyzet jelenlétét. Van, aki 10 év tréning után nem jut el addig, hogy egy szorongató helyzetben ilyen életbátorságban jelen legyen. Az egy másik történet, hogy most hazudtunk végül is mind a kettőnek a helyzetben, de végül is miért nem lehetne a fogalmazást fejbehozni, hogyha ő annyira jó, tehát még kell mindig ezt leírni. A dolog érdekessége, hogy ezelőtt 2 évvel, amikor egy tréningcégnek is dolgozom, és ugye különböző vállalatok vezetői ültek a sorokba, vezetői kompetenciákról tartottam előadást, és többek között Attilának a példáját is elmondtam, és a szünetben odajön hozzám egy multinacionális cég vezetője, és megkérdezi, hogy tudok-e valamit ebben az Attiláról. Hát mondom, ne, megtartottuk a 22 éves 1-8 osztályos találkozónkat, de nem akart senki a nyomára, semmilyen közösségi fórumon sajnos nem található. És azt mondja nekem, hogy ha találkozom ezzel az Attilával, akkor szóljak neki, hogy van egy állás az ő cégében. És ez milyen érdekes, tehát hogy tényleg ez a rugalmas alkalmazkodó képesség, az, hogy benne maradok a helyzetbe, amikor végül is a legkönnyebb lenne megfutamodni, és még akkor is helytállok, és még akkor is teszek egy próbát, ez tényleg egy hatalmas erénye. Nem csak egy mesehősnek, hanem annak is, aki a saját élete mesehőseként akar ugye végigvonulni a saját élettörténetében. Tehát, hogy ez az életbátorság, hogy merjek elindulni, legyen optimista forgatókönyvem, akkor ne valószínűség számításokat végezzek, hanem próbáljam meg, ne várjam meg a tökéletes pillanatot, illetve már akkor is, amikor minden lehetőség elvesztődik, még akkor is maradjak benne. Kádár Anna Mária több érdekes, sőt mulatságos történet közé illesztette be a szakember tanácsait. Hogyan szeressük a gyermekünket, unokánkat? Mivel a mesehős soha nem siet, megvárja őt a sárkány. Ezért a gyermeknevelés legyen lassú fejlesztés. Ilyenkor fejlődik igazán az érzelmi intelligencia. A felnőtt ember életéből is hiányzik ez, a lassú élet, pedig fontos, hogy legyen idő bizonyos dolgokra. A pszichológus elemezte a mesehős idő perspektíváját, s az egyes idősíkokban a pozitív gondolkodás, a csodában való hit, a lovam tátos paripa lesz, fontosságát hangsúlyozta.